egyedül ez van ismételve. Ez van ismételve. Egy utolsó egyeztetése a Szekszárdi Béla király téren, a templom előtti területen, míg odabent a vasárnapi mise zajlott, a készenléti rendőrség zenekarának tagjai készültek rögtönzött előadásra. A cél az volt, hogy a szertartásról kiérkező helyieket lepjék meg egy nagyjából 15 percen át tartó muzsikálással. Aztán a terveknek megfelelően, ahogy a hívek kiléptek a templomkapun, fúvószene fogadta őket. Sokan előbb rácsodálkoztak, majd a legtöbben mosollyal az arcukon hallgatták a nem mindennapi produkciót. Hát nagyon szimpatikus, nekem nagyon tetszik. Egyébként is szeretem a fúvószenekart, és igen, köszönöm, örülök neki. A misén ülők között voltak, akik a beszűrődő zajokból sejtették, hogy kint meglepetés várja őket. Nagyon-nagyon jó érzés volt, mert behallottuk a templomba, hogy itt valami zene van, és én nagyon izgatott voltam, hogy mi lesz itt, mi vár minket, amikor kijövünk. Nekem nagyon tetszik, és kaptunk meghívót, hogy mindjárt mondom, kedden este 6 órakor itt a Megyeházán hallhatjuk őket ismét. Pontosan ez, vagyis a készenléti rendőrség idén 100 éves zenekarának szekszárdi koncertje adta a flashmob apropóját. A fúvósok kedden délután 6 órakor a Vármegyháza romkertjében lépnek színpadra, hogy teljesen ingyen szórakoztassák a közönséget. Ami egy 40 fős, abszolút tradicionális, klasszikus fúvószenekari felállásba fogunk itt fellépni. Többnyire magyar indulókat, illetve filmzenéket, illetve operett slágereket fogunk előadni. Két karmesterünk vezetésével Kelemen Tamás a rezezes úr és dr. Koppányi Zsolt őrnagy úr fog vezényelni. A készenléti rendőrség zenészei tehát szeretettel várnak minden érdeklődőt kedden délután 6 órakor a Szekszárdi Vármegyeházához.